Október közepéig több mint 34 ezer bárányhimlős beteget regisztráltak Magyarországon, derül ki az Országos Epidemiológiai Központ adataiból. Ez a szám az elmúlt év hasonló időszakához képest 10 ezerrel magasabb. A szakemberek a védőoltás fontosságára hívják fel a figyelmet. A bárányhimlő nem csak gyermekbetegség, akik fiatalon nem esnek át rajta, azok felnőtt korban is fogékonyak maradnak rá. Közösségbe kerülés után bárki elkaphatja. A bárányhimlőnek a szezonális időszak az most van. Őszi, téli, kora, tavaszi időszakban fordulnak elő főleg a fertőzések, mivel ez egy légutakon terjedő fertőző betegség, és ilyenkor ebben a hurutos időszakban sokkal nagyobb az esendőség, a hajlandóság, hogy a gyerekek ezt a vírusos fertőzést el tudják kapni. A bárányhimlőt egy herpesz csoportba tartozó vírus okozza, a szakemberek ezért gyógyszeres kezelést javasolnak a betegek számára. A kiütéses betegség időtartama, valamint a további szövődmények kialakulásának esélye is csökkenthető védőoltással. A kisgyermekek oltási naptárában ajánlottként szerepel a bárányhimlő elleni védőoltás, az oltóanyag megbízható és egész életen át védettséget nyújt. Köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi János főorvos urat, gyermekházi orvost. Ugye elhangzott, hogy a bárányhimlő elleni védőoltás ajánlott oltás. Mennyire szoktak ezzel élni a szülők? Egyre jobban és egyre többen élnek vele. Sajnos gyakorló orvosként azt mondom, hogy az ára az bizonyos mértékben visszafogja a lehetőségeket, hisz kétszer körülbelül 10 000 forintba kerül, mert két oltás biztosít egy teljes védelmet, de nagyon szeretnénk, hogyha ez előbb-utóbb átmenne a kötelező oltások körében, hisz ez nem egy teljesen veszélytelen betegségről van szó, és nem lenne szerencsés, hogy csak ha azok az emberek tudnák igénybe venni, akinek van erre anyagi fedezet. Úgyhogy még egyenlőre itt tartunk. Valójában a bejátszásban is a dicső főorvos úr helyesen említette, hogy ez szezonálisan előforduló betegség, nagy számban látjuk ezeket, és régebben voltak olyan megfontolások, vélemények, hogy ezen természetes módon célszerű átesni, ez valójában nem így van, mert mint az agresszív vírus és nagyon erősen fertőző vírus bizony sok súlyos szövődményt is tud okozni, ezért szerencsés a védőoltás. És nem csak a gyerekek szempontjából, hanem akár a felnőttek szempontjából is, hiszen aki nem esett át gyerekkorában és felnőttként elkapja, az azért az elég kellemetlen. Így van, a tapasztalat, a klinikai tapasztalat az, hogy minél később életkorban kapja el az illető ezt a betegséget, az annál súlyosabb. Mivel elég nagy a fertőző képesség ennek a vírusnak, azért ezek viszonylag szerény számban fordulnak elő, akik valahogy nem tömegekben éltek addig, mert ezek nagyon erősen fertőznek, viszont idősebb korban sokkal keményebben zajlik, és sokkal több a szövődmény is. A másik kifogás, ami felmerülhet akár a bárányhimlő elleni védőoltással kapcsolatban, hogy előfordul, hogy valaki megkapja a védőoltást, és mégis elkapja a betegséget. Hát ezt egy kicsit feltételesen fogadnám el a gyakorlat szintjén is. Itt arról van szó, hogy azért, hogy maga az oltóanyag ne okozzon komoly tüneteket, ezek az oltóanyagok élő, legyengített vírusokat tartalmaznak. Most ez olyan jól sikerült ez a legyengítés, hogy egy oltással, korábban ezelőtt több mint 10 évvel egy oltással oldottuk meg ezt, kiderült, hogy nem elegendő védelmet okozott, és most már évek óta két oltás a biztonságos. Hogyha valaki egy oltást kapott már nagyon régen, és találkozik egy nagyon fertőző közeggel, igen, ott lehet egy enyhe, lefolyású, néhány kiütéssel járó megbetegedés, az is bárányhimlő, de attól még senkinek komoly tünete, komoly szövődménye nem lehetett. Most már viszont azóta, hogy itt két oltóanyag van forgalomba, két oltással
gyakorlatilag biztosítjuk a teljes védelmet. Én gyakorlatilag nem láttam beteget a két oltás után. Melyek azok az ajánlott védőoltások, és most már itt nem csak a bárányhimlőről beszélünk természetesen, amit ön gyermekorvosként feltétlenül javasol? Hát ezeknek a száma elég nagy, és hát meggyőződésem, hogy az, hogy az állam az erejéhez képest igyekszik biztosítani a minél szélesebb körben az ingyenes védőoltást, és ugye ezek bekerülnek a kötelező oltandók közé, illetve van olyan, ahol az állam mindenkinek biztosítja, aki kéri, ilyen újabban a hepatitis, tehát a májuladás elleni oltás. Mi gyermekorvosok azt szeretnénk, ha szinte minden olyan oltás, amely Magyarországon hát hozzájutható, az a kötelező oltások közé vagy kerülne, vagyis a betegnek nem kerülne pénzébe. De hát ehhez ugye nagyon komoly anyagi segítség kell, de a közeljövőben volt is erre példa, mert egy Prevenar, egy pneumokokkusz baktérium elleni védőoltás bekerült a kötelezően oltottak közé, ez egy nagyon nagy fegyvertény, és rettenetes sok pénzébe is van az országnak. Amit én a konkrét kérdésre válaszolva nagyon-nagyon szeretnék, az létezik egy agyhártyagyulladást okozó kórokozó, amelynek több törzse van, és ez ellen bizony nagyon jó lenne, ha csecsemők védettek lennének, de ugyanolyan veszélyeztetettek a kollégisták, az ifjú korosztály is, és hát bizony én emlékszem rá, hogy ezelőtt 8-10 évvel talán még Nyíregyházán is volt nagy pánik, meg az egész országban, amikor ilyen betegek voltak, hiszen ennek nagyon nagy a halálozási mutatója. Tehát ez ellen a védőoltást, és ezzel nagyon-nagyon szeretném, tehát ez lenne az első, amit én nagyon örülnék, és van os ország, és úgy tudom, hogy Angliában ezt kötelezően bevezették, hogy mindenki megkapja. Tehát ez lenne az első. De hát ugye beszélünk a bárányhimlőről, aztán van olyan ország, ahol a kullancs elleni védőoltás van. Nagyon kevesen beszélnek a gyerekek vonatkozásában az influenza elleni védőoltásról. Nekem meggyőződésem, hogy szakmailag, ha a gyerekeket védenénk le tömeges oltásokkal, hisz szinte mindenki megkapná, akkor megszűnnének azok a források, amivel az egész népességet megfertőzi, hisz a gyerek közösségek robbantják. Fertőzik elsősorban. Tehát van bőven még lehetőség a kötelező oltások tekintetében, de elsőként mindenképpen az agyhártyagyulladás elleni védőoltást vezetném be. Lehetne még sok mindenről beszélni, hiszen örvendetesen a HPV védőoltást azért most már ingyenesen lehetővé tették a bizonyos korosztályú a lányok számára. És hát a kötelezőkről még nem is beszéltünk, de lesz még erre másik alkalom. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Igen. Köszönöm én is.